Már csak egy nap és élesben is megkezdi eddigi legfontosabb nyarát a női röplabda válogatott. Szombaton Nyíregyházán Franciaország ellen lép pályára Jan de Brandt együttese az Arany Európa Ligában. A nyár végén pedig a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság vár a lányokra. Az Európa Liga nem a fő célja a szezonnak, mert az természetesen az Európa-bajnokság lesz, de azért jó lenne Final Four-ba jutni idén is ebben a sorozatban. Megpróbálunk a lehető legjobban játszani, és jó, hogy ehhez az már adott, hogy minden játékos a rendelkezésemre áll. Szakmári Gréta a finishben érkezett haza német klubcsapatától és csatlakozott a válogatotthoz. Nagyon vártam már, hogy hazajöjjek. Különösképpen azért is, mert hogy Nyíregyházán van az első fordulónk, és ez a szülővárosom, szóval így várom nagyon a szurkolókat, nagyon sokan fognak kijönni, és tényleg várjuk szeretettel majd a nézőket. Még bő a keret, mindenki keményen gyúr, mert ott akar lenni a hazai EB-n. Nagyon sok fiatal jó játékosunk van. Kíváncsian várom tényleg, hogy ki fog. Aki nem fog bekerülni, azt is nagyon fogom sajnálni, mert tényleg mindent megtesznek a lányok, szóval győzzen a jobbik. Iszonyatosan nehéz dolgom lesz, nem azért, mert ezekből a lányokból nehéz lenne jó keretet kialakítani, hanem azért, mert nehéz lesz azt mondani azoknak, akik végig dolgozták a nyarat, hogy nem lehetnek ott az Európa-bajnokságon, de ők is részei a folyamatnak. Bármilyen sikert érünk majd el, neki fogom elsőként megköszönni. Az Európa-bajnokság majd csak augusztus végén kezdődik, és talán Sándor Renáta sem bánja, hogy hátra van még ennyi idő. A szezon végén ugyanis visszavonul, így szeretne szépen búcsúzni. Még nem nagyon érzem, hogy ez lesz az utolsó, nyilván a fejembe benne van, és próbálok még többet beletenni az edzésekbe, meg majd a meccsekbe, de nyilván jobban fog motiválni, hiszen ez lesz az utolsó, és még többet beletenni. Jövő héten pedig a Digisportra is beköltöznek a női röplabdázók. A franciák elleni Európa Liga mérkőzés idegenbeli visszavágóját már csatornánkon láthatják. Akár csak a szerdai EB csoportbeli ellenfelünkkel, Horvátországgal vívott idegenbeli csatát is. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.